Kossuth Rádió Budapest, 13 óra, híreket mondunk. A rendőrség szerint véletlen balesetben halt meg Zambó Jimmy. A népszerű előadó művész kora reggel lőtte fejbe magát otthonában. A csepeli rendőrkapitány elmondta, az énekes szűk baráti társasággal mulatott, amikor valamilyen külső körülmény megzavarta, mire engedéllyel tartott automata pisztolyával kilőtt az ablakon. Ezután kivette a tárat és a lőszereket, egy lőszer azonban a fegyverben maradt, és ez véletlen baleset folytán eltalálta a fejét. A mentők egy órán át a helyszínen küzdöttek életéért, majd a Honvéd kórházba vitték, ahol délelőtt meghalt. Zambó Jimmy 43 éves volt. Eddig szólt a Kossuth Rádió híre, amely reggel óta, de valamennyi rádió és tévéadó reggel óta fél óránként, óránként mondta a híreket, és amíg reggel 7 óra tájban, úgy 9-ig hallgattuk a híreket, addig reménykedtünk. Híreket kaptunk arról, hogy a mentők közel egy órán átküzdöttek Jimmy életéért a csepeli ház előtt. A 9 mm-es Beretta pontosan a halántékán találta el Jimmyt, és belefúrodott a koponyájába, és a nemesebb részeknél megállt. Megpróbálták szállítható állapotba hozni. Végül is sikerült, majd a mentőautó robogott a Honvéd kórházba, ahol az idegsebészeten egy teljesen abszolút módon felkészült ügyelet várta, hogy megmentse Jimmy életét. De sajnos a lövedék olyan helyen állt meg a koponyában, ahonnan nem volt tovább. In memoriam Jimmy. Ez a címe ennek a visszaemlékezésnek, amit megmondom őszintén, hogy nem szívesen készítettem el, hiszen én is azon kevesek közé tartozom, akik Jimmyvel találkozhattak az életbe, kezet szoríthattak, vendégeskedett nálunk, ismertem a családját is. Tehát azt hiszem, hogy nem az a lényeg, hogy én kit ismertem, és én hogy ismertem Jimmyt, hanem az a lényeg, hogy az a sok százezer, sok millió ember, aki kedvelte Jimmyt, az vajon mit szól ehhez a tragédiához. Amikor reggel meghallottam a rádióban a hírt, akkor én még reménykedtem, hogy á, csak vicc az egész, megoperálják, aztán rendbe jön. Nem ez történt. Úgyhogy most mi itt a Szadali televízióban és a Metakor stúdióban, ahol millió egy szál kötötte össze Jimmyt és a televíziónkat, valamint ezt a lemez stúdiót, ahol most állok, itt megpróbáltunk valamiféle emlékezést készíteni Jimmynek. Egy olyan felvételt látnak most a kedves nézők, ami Jimmy legutolsó felvétele volt, ami soha sehol nem jelent meg. Jankai Béla most délelőtt vette elő a CD-t és a kezembe nyomta, és erre gyártottunk hirtelen egyfajta klippet. Rég nem láttalak, rég nem jött rólad hír, igaz, sosem volt az, ki leveleket ír. Ősz felém utat, a naptár a falon, régi dallal búcsúzom, egész nap dúdolom. Szeptember volt, már búcsúzott a nyártól a világ, és mi áltáncoltunk minden éjszakát. Most újra szeptember van, gondolsz-e még rám? Elsodult a szél, és te hagytad, hogy vigyen, neked járték volt, ami nekem igaz szerelem. Miért járunk mi most furcsa külön utakon? Az emlékedet minden össze újra kutatom. Szeptember volt, már búcsúzott a nyárunk a világ, és mi áltáncolunk minden éjszakát. Most újra szeptemberben, gondolsz-e még rám? Szeptember volt,
és mi átláncoltunk minden éjszakát. Most újra szeptember, gondolsz-e még rám? Hát ez volt a klip, és megpróbáltunk néhány olyan pályatársat, kollégát, barátot ide hívni, akik Jimmy-t ismerték. Emlékezzünk együtt Jimmy-re. Kezdjük Pásztor Lászlóval, akivel hosszú-hosszú éveken keresztül szoros kiadói kapcsolat is összekötötte. Azt kell mondjam, hogy a Jimmy-t nem kellett felfedezni, mert Jimmy volt. Tehát a Jimmy-nek csak a teret kellett biztosítani, hogy megjelenjen, és az emberek szeretni akarták, mert szeretetre méltó volt. És én azt hiszem, hogy a legfontosabb nem is az, hogy milyen ragyogó képességű énekes volt. Azt mondom, hogy páratlan képességű énekes, hanem az, hogy amit énekelt, azt milyen hitelesen tudta produkálni. Ugyanis a legfontosabb nem maga az ének teljesítmény, hanem a művészi hitelesség. És nem csak kollégák voltunk, lévén, hogy én is zenész vagyok valahogy, nem csak egy sima művész-kiadó kapcsolat volt ez, hanem sokkal mélyebb egy baráti kapcsolat. Azt kell mondjam, hogy az én megítélésem szerint egyfajta idősebb testvér szerepét töltöttem be időnként mellette. Egyébként úgy ismerkedtünk meg, hogy mi 91-ben a Filmslágerek magyarul első fejezetét készítettük el, és hogy milyen furcsa az élet, ma nagyon aktuálisá vált az a dal, amit ő ott énekelt, a Ghost filmnek a betét dala, a Nagy út várán. Ismertük egymást előtte is, de úgy igazából akkor találkoztunk először, akkor kezdtünk el beszélgetni, akkor dolgoztunk együtt stúdióba is. Azt kell mondjam, hogy ez egy igazi mérföldkő volt a Jimmy művészi karrierjének a történetében, mert ez a dal mai napig is a közönség egyik kedvence. Tudott nagyon fönt és nagyon lenn is lenni, de ez aztán természetes velejárója annak, amikor valaki a világ előtt éli az életét, ami nem egy könnyű pálya. Én úgy gondolom, hogy családszerető, nagyon jó szívű ember. Nem tudom azt, hogy volt, nagyon jó szívű ember a Jimmy. Néha könny van a két szemeden, titkon is észreveszel. Tudom bűn, amit én keresek, ha nélküled messze megyek. És mennyi bánat ér, tudom már én. Ezért ne félj. Egyszer megjavulok én, jó leszek majd, és visszatérek hozzád újra. Egyszer megjavulok én, jó leszek majd, és a hosszú út majd véget ér. Csak a vágy van a két szemeden, és észreveszel, hidd el, nem hagylak már egyedül, vissza a szív menekül. Mennyi bánat ér, tudom már én, ezért nem félj. Egyszer megjavulok én, jó leszek majd, és visszatér. Thank you.
szabad lelkem én. Ne bánts, mert visszatérek én. Hová is futatni? Visszatérek hozzád újra. Egyszer megjavulok én, jó leszek majd. És a hosszú út majd meg a eleve már úgy jött be a feleségem, mikor aludtam, valószínűleg azért, mert már nagyon sokat csöngött a telefon. És eleve úgy jött be, hogy most, amit fogok mondani, az készülj fel, és akkor az ember tudja, hogy ez már nem tréfa. Valamilyen olyan hír következik, ami semmiképp nem tudok viccnek venni. És akkor azt elmondta, rögtön az álom, ami még a fejembe volt, az rögtön elszökött. Kijöttem, de hát felocsúdni nem volt időm, mert elkezdtek csöngeni a telefonok, SMS-ek minden oldalról. Fölhívott, és azt mondta, hogy mégiscsak úgy illik, hogy a kollégák összejárjanak. Mi régen jó barátok voltunk. És aztán egy vágással nagyon szoros kapcsolat jött létre, elmentünk hozzájuk vendégségbe, megvendégelt a család nagyon aranyos, ott akkor kiderült, hogy rengeteg közös szál fűz össze, hogy rögtön a elsőként a család ugyanúgy három fia van, mint nekem, és még mosolyogtunk is, hogy még évszámban is ugyanannyi idősek. Amikor meg megismertem a gyerekeket, akkor meg egyszerűen elájultam, olyan hasonló beállítottságú gyerekek voltak, hogy aztán kimentünk, megmutatta az automárkáját, én nekem is elmondtuk, hogy 10-20 éve ezért rajongunk, és ez az amaz gondolatot, és amikor aztán a motorhoz oda mentünk, arról már aztán nem is kell mit mondanom. Végül is ennek a találkozásnak és ezeknek a baráti összejöveteleknek is lett egy eredménye, ugye az Elveszett Álmok című CD, amit ketten énekeltetek. Te is életedbe először énekeltél duettet férfival, ő is, te Jimmyvel, Jimmy veled, és mindezt az Elveszett Álmokat annak idején a Tiszai Árvízkáros utakért énekeltétek CD-re. Igen, egy villámgyors cselekvés történt, sokunkat sokan hívtak föl engem is, Jimmyt is, hogy erre a koncertre menjünk el, arra a segélykoncertre. Én akkor egy sokkal hatékonyabb ötlettel álltam elő, és tudtam azt, hogy ha valamivel fel tudjuk kapni a vizet, illetve a nézők érdeklődését, és hathatós segítséget tudunk nyújtani, akkor az mindenképp egy új ösvény. Ez a dal miről szól, bocsáss meg? Ez a dal Elveszett Álmok a mélyben azokról az emberekről, akik elvesztettek nagyon sok mindent. Akik nagyon sok mindent oda veszett nekik a hullám sírba, és ketten énekeltünk felváltva egy reményt adó, reményt sugalva az embereknek, hogy van holnap, van remény, és hogy ez még nem a világ. Oh,
stúdióban nagyon nehezen jöttünk így össze, és ennél rosszabb kedvűen még riporthoz nem láttunk hozzá itt a kollégákkal, a volt barátokkal. Louis, te akkor reggel a tragédia pillanatában szinte ott voltál Jimmy-nél. Tulajdonképpen mi történt? Ezt pontosan senki nem tudja. Lényeg az, hogy tényleg baleset történt. Tehát nem lett öngyilkos, Jimmy? Nem, nem. Ezt bizton tudom állítani, hiszen a családdal voltam végig egész délig. Tehát reggeltől, tehát hajnaltól majdnem délig a családdal voltam, és bizton tudom. Tehát olyan első kézből, hogy semmiféle öngyilkosság, azt is merem állítani, hogy nem ivott semmit. Végig ásványvíz volt. Tehát amit én ittam, én voltam az, aki ittam, nem is ő. És nem hogy öngyilkosság. Ez egy véletlen baleset, ezt nem tudom. Család régi barátja vagy? Hát persze azt is mondják sokan, hogy Jimmynek senki nem volt a barátja. Voltak haverjai, voltak, akiket szeretett, volt, akiket kevésbé szeretett. Te hogy éled meg ezt a dolgot? Dehogy nem. Hát hogyha, hogy ne, arra mondom a dehogy nem, hogy volt barátja. Valaki 22 évig együtt dolgozik valakivel, akkor el is küldi a büdös francba. És most finom voltam a nőies, meg átöleli a zokoga nyakában. Mind a kettő, hiszen bolond művészek vagyunk, és mind a kettő előfordult. Ettől még barátság. Béla, neked ma már sokszor föltették a kérdést, hiszen együtt dolgozhatunk nagyon sokat, együtt zenéltetek itt a Metakordba. Rengeteg olyan lemez született, ami jelenleg is sikerlistán van. Mit lehet mondani Jimmyről? Hát ez az egész megdöbbentő tény, amin most már kezd a tudatunkig eljutni, mert mindez idáig ez még elég hihetetlen kategóriába tartozik. Szerintem te is nagyon jól tudod, hogy azért a Jimmy az egy nagyon érzéki lélek volt. Tehát voltak barátai, igenis, és nagyon sok olyan közvetlen barátja volt, aki közel is állt hozzá, és szerintem ugyanígy viszont is. És mondom, én úgy érzem, hogy mi itt mindannyian talán ezek közé tartoztunk. Nem hiszem, hogy... Nem tudok többet mondani. Oh,
is nehéz bármit mondani. Csodálatos, csodálatos 4 évet tölthettünk együtt vele. Gyönyörű zenéket csináltunk. Tényleg nagyon közel kerültünk hozzá. Engedett minket, hogy közel kerüljünk hozzá Bélával. Hát nem, szóval el se tudok képzelni, hogy mi történt. El se tudom képzelni. Te sem gondolod, hogy öngyilkos lett? Nem. Ez ki van zárva. Aki szeretett élni, tudott élni, mindenre meg volt hozzá, hogy jól éljen. És tényleg imádta a színpadot, imádta a családját, imádott élni, elmenni valahova, fellépni, lemezt csinálni. Itt 5-kor egymást támogatva, fáradtan, azért voltunk, hogy jó lemez. Nem, ez teljesen kizárt, teljesen ez valami ostoba baleset lehet. Együttműködésünk a 8. évébe lépett volna, így január hónappal. És hát sajnálatos módon a megbízatásom nem szólt arra a bizonyos napra, tehát nem voltam ott mellette, nem tudtam ott lenni. És talán egy kicsit emiatt lelkiismeret furdalásom van, meg magamat is hibáztatom, mert biztos, hogy ez a dolog nem történhetett volna meg így, hogy ő fegyvert vesz a kezébe az én jelenlétemben. Ezt mindenképpen megakadályoztam volna. És mit üzensz így neki? Hát nagyon nehéz szavakat találni, de hát így a 8 év távlatából visszatekintve talán legyen nyugodt élete, nyugodtabb élete odaállt, mint itt ezen a földön volt. Rég nem láttalak, rég nem jött rólad hír, igaz, sosem volt az, ki leveleket ír, ősz felém mutat, a naptára falom, régi dallal búcsúzom, egész nap dúdolom, szeptember volt, már búcsúzott a nyártól a világ, és mi áltáncolunk minden éjszakán. Most újra szeptember van, gondolsz-e még át? Elsodort a szél, és te hagytad, hogy vigyen. Neked járték volt, ami nekem igaz szerelem. Miért járunk mi most, furcsa külön utakon? Az emlékedet minden össze újra kutatom, szeptember volt, már búcsúzott a nyártól a világ, és mi ártáncoltunk minden éjszakát. Most újra szeptemberben gondolsz-e még át? Most újra szépen.